beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Molnár Drenyovszky Andreával úgy készítettem el az interjút, hogy nem ettem előtte. Hát, nagy hiba volt, mert miközben arról mesélt, hogy hogyan süt, főz, végig korgott a gyomrom, és csak arra tudtam koncentrálni, hogy beleharapnék az összes sütijébe. De ugyanezt érzi az ember, hogyha végig pörgeti Andrea közösségi oldalain a fotókat az alkotásairól, olyan mind megenném állapot kerít hatalmába közben. A topolyai származású, jelenleg Pécsen élő fiatal alkotó nem csak az alapanyagokkal, hanem a szavakkal is jól bánik, szabad idejében ugyanis a tollat forgatja, verseket ír. Pécsi otthonában értem el Andreát torta sütés közben. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Kazsó Orsolya vagyok! Szeretettel üdvözlöm a műsoromban Molnár Drenyovszky Andreát. Andrea, amikor felkerestelek tegnap, akkor mondtad, hogy éppen esküvői torta készítésben vagy. Ez körülbelül, hát jó késő este volt, és hozzátetted, hogy másnap 16 órakor fejezed be a sütit. Andrea, mit tud ez a torta, hogy két napon keresztül épül, szépül? Egyrészt azt, hogy nekem is van alvásidőm, és ezt mostanában így a munka mellett ezt elég fontosnak tartom kihasználni. És meg hát így ebbe beletartozott már az is, hogy mi is megyünk az esküvőre, úgyhogy az lett volna, mivel most így még a Covid miatt csak ilyen rövidített esküvők vannak, ezért pont 4 körülre ért volna véget. De egyébként így hát, mivel ezek a torták, én leginkább ezt a francia cukrászati vonalat követem, ott olyan lágy krémek vannak, meg olyan textúrák, amit ilyen hűtési időkkel tud az ember elérni, vagy fagyasztási időkkel. Úgyhogy ez most egy hát epres pisztáciás torta, és a krémek egy részét, meg a piskótát, azt már tegnap elkészítettem, ma viszont marad a töltés, burkolás, dekorálás, így aztán azért van ennek ideje. Én mondjuk ezekkel mindig úgy vagyok, hogy tehát valójában nem sok a nettó munkaidő, amíg elkészül ez a torta, csak mivel mondjuk ilyen 2 óránként tud az ember haladni 15-20 percet, ezért így a valódi idő, amit mondjuk el kell töltenie itthon, hogy foglalkozzon vele, az azért hosszú. Uh-huh. És ez lesz az ajándékod a párnak? Igen, igen. Választhattak ízeket. Lesz még mellé egy kávés karamellás süti, mert hát azért a végtelen ízkombinációkban én nem hiszek. És az előbb kihangsúlyoztad, hogy a francia süteménykészítési vonalat követed. Miért pont ez a szimpatikus neked, ez a francia stílus? Ez hozzám így azért áll közel, mert nagyon nagy precizitást és fegyelmet igényel, és én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy egyáltalán nem vagyok ilyen, és ez most pont az a fajta koncentrációt igényli, ami viszont teljesen ki tud engem szakítani így a hétköznapokból, és tényleg egy kicsit ilyen meditációs kikapcsolódás a süti készítés számomra. Nagyon izgalmas ízek vannak, nagyon izgalmas textúrák, tehát tényleg itt van az a fajta kreatív szabadság is emellett, így a technológiák mellett, ami szerintem azért nagyon sok mindenből hiányzik. Másrészt a süteménykészítésnek nyilván minden nemzetnek megvannak a saját desszertjei, de mondjuk így most a világon az elterjedt süteménykészítésnek azért mindig a francia cukrászat az alapja. És most kiemelted, hogy eper is lesz a tortán, mindig igyekszel olyan gyümölcsöket választani, hozzávalókat, ami éppen terem? Igen, én nagyon szezonális vagyok ilyen szempontból, főleg, hogy szerintem nagyon, tehát a termelői piac elég jó lehetőséget ad itt Pécsen arra, hogy mindig meglegyenek a szezonális történések, és azokkal a gyümölcsökkel dolgozzak,
meg nagyon szeretem a Birset. Szerintem sokkal izgalmasabbá teszi az, hogy az embernek mindig van egy ilyen aktuális ízpárokhoz kapcsolódó kihívás a szezonálisan. A beszerezhetőséget is nyilván megkönnyíti, tehát így mindig lehet friss gyümölcsökkel dolgozni, nem kell fagyasztottakkal, úgyhogy én igyekszem ezt általában úgy kialakítani. Nyilván ez télen egy kicsit limitálja, de hát ott meg akkor a csokit lehet végtelenül variálni, úgyhogy... Előkerül a narancs. Igen, igen. Meg hát ott akkor jönnek ezek a kávésabb, kicsit így, hát szerintem melegebb ízek. És ugye nemrég volt a saját esküvőd is, utólagosan is gratulálok hozzá. Köszönöm. A saját esküvődre is saját torta készült? Nem, erről le lettem tiltva. Egyébként teljesen jogosan a párom és anyukám részéről, mivel hogy hát azért elég időigényesek ezek a folyamatok, és egy esküvő szervezése is elég időigényes. Mindent mi szerveztünk. Tehát nem volt sem esküvőszervezőnk, ez egy tök pici esküvő volt, ilyen 60 személy körül, és egy nagyon-nagyon kis és szép helyen, amit nekem egyik barátnő még csinálnak, és ez Orfűn a Malom Múzeum. Ők ott egy nagyon-nagyon jó kenyér, vagy hát pék és cukrász műhelyt visznek, és nagyon szép irányt képviselnek, tehát hogy én ezt teljes mértékben nyugodtan tudtam elengedni, mivel tudtam, hogy ugyanazt fogják képviselni, amit mondjuk én is úgy szívesen oda tennék. Tehát, hogy ezt így ebből a szempontból azért nem esett nehezemre elengedni. Annyi, hogy hát én igazából én készítem a sütiket, és nem fogyasztom annyira, szóval ami így az én elvárásrendszerem az ilyen nagyon érdekes módon találkozik a fogyasztással, hogy megkóstolom, azt mondom, hogy jó, de édes. Uh-huh. Neked túl édesek a sütemények? Hát a saját süteményeim nagyon kevés cukrot tartalmaznak, pont azért, mert igazából az a lényeg, hogy kiemelje a gyümölcsök valódi ízét, vagy hát kiemelje az ízeket, tehát a cukornak tényleg csak egy ilyen szerepe van szerintem, és én mindenképp ezt is szánom neki egy sütiben, de én sosem voltam édes szájú. Egy olyan süti élményem volt életemben, amire azt mondtam, hogy hát tényleg ilyet még soha, és hogy ez mennyire csodálatos, de azt sem tudtam megenni. De mi volt az? Egy mestercukrászdája volt Majorkán, és az egy olyan csoki torta volt, ami narancsos volt, nagyon érdekes étcsoki variációk is voltak benne, és egy ilyen ropogós textúra, közben hát nyilván Majorkán a friss narancs is adott volt neki alapanyagként, tehát hogy az egy ilyen Az egy nagyon-nagyon szép süti élmény volt, csak nekem tényleg így az édesből pontosan elég a két falat havonta. És amikor utazol, akkor tudatosan követed a süti élményeket, keresed őket? Hát minden sütés, minden úgy egyéb gasztroélményt, igen. Tehát, hogy próbálunk helyi konyhát mindig, megnézzük azért a sütiket, de ugyanúgy italban is, tehát kávéban is, borban is igyekszünk azért így jó véleményű helyek felé fordulni, meg tényleg az, hogy izgalmas legyen is valami új. Hát amikor nézegettem a képeidet Instagramon, hát összecsordult a nyál a számban, volt ott répa torta, pisztácia torta, akkor ilyen gyönyörű, szép tükör, glazúros musszok, javíts ki, hogyha nem jól mondom. Azok, igen. Mangós, citromos túrótorta, de volt babka is. Szóval egyszerűen elképesztő, hogy milyen nagy a tárháza a süteményeidnek, és gyönyörűek, tehát jó őket nézni, vizuálisan gyönyörködtet. Honnan nézed ki, Andrea, a recepteket, és mi alapján döntesz, hogy milyen sütihez fogsz hozzá egy nap? Hát először is köszönöm. Engem is jó részt egyébként a vizuális élmény motivált, nekem nagyon sokszor van pont az a fejemben, hogy vagy van egy technológia, amit kipróbálnék, vagy van egy íz, ami nagyon befészkelte magát a fejembe, és ezt mindenképpen meg akarom valósítani. Úgyhogy az, hogy mit készítek el, az nagyjából így van. Most könnyebb volt, amikor mondjuk így nem dolgoztam, mert akkor tényleg csak sütésen gondolkodtam, meg főzésen. Most ez már kicsit azért limitálódott, és így az észszerűség határain belül mozog a dolog. De tényleg az van, hogy általában én vagy egy-egy technológiát szeretnék kipróbálni, vagy egy-egy ízpárosítást, és akkor így működnek, meg azért most így a baráti körben, ismeretségi körben azért vannak megkeresések is, úgyhogy ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert nem csak a férjemnek, meg a nagyon közeli társaságnak kell elfogyasztani a sütiket, hanem azért már van olyan, hogy úgy készíthetem, hogy ez akkor azért más irányba megy, és itt senki nem unhat rá.
Hát én teljesen autodidakta módon tanultam ezt a dolgot, könyvekből leginkább. Internetről, gondolom. Igen, azt kevésbé egyébként. Szerintem nagyon jó magyarul és angolul elérhető cukráskönyvek vannak, amik így nagyon szépek, izgalmasak. Én az alapreceptúrákban hiszek, tehát voltam szerintem egy ilyen 5-6 éve egy hétvégi cukrászkurzuson, ami ilyen musz alapok voltak, ami tök hasznos volt azért, mert akkor tudod úgy odébb teszik a kezedet, hogy mit hogyan keverjél. Igen. És pont arra fókuszál, hogy a hibákat alapból kijavítsák. És az tök hasznos volt, viszont az pontosan elég is volt, mert hogyha így foglalkozol vele, nyilván tapasztalsz, akkor ezek így megvannak, úgyhogy én alaprecepteket szoktam, vagy hát receptúrák alapján dolgozni, de hát a technológiák azok azért már így megvannak a fejemben, vagy a kezemben, úgyhogy utána ez már csak tényleg ilyen a képzelet, meg a szezonalitás szokott ennek így határsabni. De jól tudom, hogy olasz nagymamáktól is tanultál sütni? A netről. Az a tésztázás volt, de az nagyon jó volt. Van egy nagyon jó Instagram oldala, Pasta Grannies, és hát ők nagyon jók, tehát jó, ez nyilván, ez egyébként szintén egy ilyen Covid dolog, hogy én a saját nagymamáimtól is nagyon sok mindent tanultam, de hát, hogyha őket nem láthatod, akkor, és van egy ilyen olasz kezdeményezés, és egy ilyen nagyon, tehát ilyen 80-90, meg 100 éves nénik is ott így gyúrják a tésztát, ami a tésztagyúrás még oké, de úgy nyújtják ki a tésztát, az egy fizikai képtelenség szerintem, és benne van a kezükben, és megcsinálják, tehát hogy nekem ilyen komoly 2 órás kondi volt, amíg mondjuk még nem tésztagéppel tésztáztam, hogy ezeket így kinyújtsam, de nekik ez így semmi. Tehát ők azt úgy, pikpak, hát ez kész van. Hát igen, ők gondolom, hogy eleve így nevelkedtek már gyermekkorukban, és szerintem ezt látták a szüleiktől. Épp láttam Jamie Olivernek egy műsorát, ahol pont ilyen idős olasz nénikhez ment el, és tanulta ő is a tészta gyúrási, tészta készítési technikát, és ő is el volt ájulva, hogy benne van a kezükben a technika egyszerűen. Igen, hát ez fél élet, nyilván ott akkor már másképp is edződik meg, hogy neki már nem töri fel a kezét a sodróba, de tényleg, tehát, hogy így nagyon jó. Meg szerintem ezt az olaszok pláne nagyon szépen csinálják, ami nálunk talán megint most kezd kicsit elterjedni, hogy így tanulja a szüleitől, nagyszüleitől, tehát, hogy így azt próbáld meg átvenni. Náluk ez ilyen egyértelmű volt, tehát az egy-két Michelin csillagos éttermekben is például a tésztázást, azt általában ilyen nénik tanítják meg a csapatnak. Na de Andrea, te is egy olyan környezetben nőttél fel, ahol nagyon sok mindent elsajátítottál, nagyszüleidnek volt cukrászműhelye. Igen, és én ettől mindig végtelenül távol álltam, legalábbis a jó 4-5 évesen kijelentettem, hogy cukrász leszek, és akkor ez ott azért meg is állt szerintem. Vagy úgy mondom, hogy 10 éves korom fölött már teljes mértékben úgy gondoltam, hogy nem. Aztán... Milyen emlékeid van erről, hogy bementél hozzájuk, láttad, hogy hogyan készítik a sütiket? Emlékszel az alapanyagokra, vagy hogy milyen sütik voltak azok? Hát, igazából nekem így közvetlen emlékem ilyenekről nincsen, mert tehát az én nagyszüleim elváltak, és akkor a nagypapámnak volt cukrászdája, de azt már mindig csak este láttuk, tehát amikor zárva volt, tehát úgy magát a műhelyt nem, és a nagymamám pedig műhelyt vitt csak, tehát hogy ők viszont csak rendelésre dolgoztak, de az meg nem ott volt, és mi egyébként együtt laktunk vele, úgyhogy nekünk inkább csak így a hétvégék voltak meg. Meg hát én akkor is ilyen óriási édesszájú voltam, hogy a lekváruf linzer, és akkor jó. A születésnapomon is mindig voltak az ő nagyon menő cukrássütijeik, meg akkor nekem anyukám csinált ilyen sima piskótás epertortát, mert hát igen. Te akkor Andrea melletted a francia krémesek nem voltak veszélyben? Semmi ilyen. Nem, nekem ez így tényleg nem, én a gyümölcsöt szerettem, meg így. A valódi ízeket. Nyilván közben meg nagyon sokat tanultam, de azok, hogy látsz, nyilván ragad a másik nagymamámtól is, a tésztázás, rétes, nyújtás, ilyesmik, tehát nagyon sok időt töltöttünk együtt, szóval szerintem inkább az a része volt meg, hogy így tudat alatt lesődtek el ezek a mozdulatok, meg úgy maradtak meg az, hogy így az ember így magába szívja azt, hogy ez hogyan működik, konkrétan nem maga a süti készítés. A nagyszüleid élnek még? Nem. Hát igazából azért a nagymamám, tehát a cukrász nagymamám ő látta, tehát hogy ő tavaly hunyt el, úgyhogy ő azért látta ezt, ő nagyon boldog is volt,
ettől, tehát ő ezt így szerette, meg hát mindig voltak ilyen remek szakmai kritikái ezekre, mert hát nyilván ez nem úgy volt, de ő mondjuk azért nagyon örült neki. De azért ezek számára új ízek voltak, nem? Mert azért teljesen más vonalat képviselsz, mint elődeink, a nagyszüleink. Igen, de hát szerintem így tudta értékelni, meg hát nyilván azért ő is az a tévéből látta, én is mindig megmutattam a könyveket, én is nagyon sokat meséltem, tehát hogy azért így ebben így végül is így meg oda-vissza működött a kommunikáció, ő is mindig mondta, hogy hát ez más, de hát nyilván a tükörglazúr az neki is egy nagyon lenyűgöző dolog, az szerintem mindenkinek, tehát hogy a tükörglazúr egyébként nyilván finomabb, mint egy csoki máz, de az is egy ilyen, tehát hogy az elkészüléséből adódóan az egy ilyen nagyon édes, nagyon tömény dolog. Nagyon vékonyan van a tortán, tehát úgy persze fogyasztható és értékelhető, de azt azért készítik, mert hát baromi jól mutat. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen dolog, ami szerintem mindenkit lenyűgöz. Az előbb említettük, hogy a sütik, a kenyerek és a péksütik után belevágtál a házi tészták készítésébe, és láttam, hogy kurkumával, spenóttal, céklával színesítesz, és olvastam egy ilyet, hogy pillangó borsó virágporral. Na, az micsoda, Andrea? Az egyébként hát abból teát készítenek, vagy porrá örlik, porrá örülve egyébként nehezebb beszerezni. Az egy ilyen tök érdekes virág, tehát egy kék virág, és nagyon szépen fest. Ezzel festenek egyébként így gineket, ez is egy baromi jó vegyészet szerintem. Kémiához sem álltam soha olyan közel, mint mondjuk így most. De hát, hogyha úgy tanítanák a kémiát egyébként, hogy nézd már, hogy beleöntöd a tonikot a ginbe, akkor a citromsav miatt az akkor a liláról rózsaszínre vált, az akkor nyilván nem a gyerekeknek, de sokkal izgalmasabb, mint maga az, hogy számítások. Tehát, és ugyanez vonatkozik szerintem így tehát a fizikai és a kémiai része így a sütésnél is nagyon ott van mindennek, szóval szerintem ezek így nagyon izgalmas dolgok, most már így foglalkoztatnak, meg most sokkal többet beszélünk erről mondjuk anyukámmal is. És tényleg, tehát, hogy az egy nagyon izgalmas virág, nagyon szépen fest, és tök sokat használják, tényleg így sok mindent festenek vele. Én csak természetesen színezek, tehát tortákat is, és tésztákat is. Nekem ez is egy olyan volt, hogy nyilván színező, tehát mindenki meg tudja venni az ételfestéket, és beszínezni, nem tudom, mi van benne, nem érdekel. Tehát, hogy így a főzésben is mindig az motivált minket, hogy magunk vesszük meg, és megfőzzük magunknak, úgy tudod azt nyújtani, hogy amennyire lehet, akkor természetes és a sajátod. És végül is ugyanez vonatkozik így akkor a tésztázásra és sütizésre is, hogy hát itt vannak ezek a színezőanyagok, egyébként is jelen van a konyhában mondjuk a spenót, céklapor, macsapor. Annyira ízt nem változtat, úgyhogy nagyon jó használhatók, és hát nekem igen, ez a tésztázás, ez tényleg olyan volt, hogy így alig vártam, hogy legyen végre céklapor a boltban, és akkor lehessen már végre azzal is színezni, és akkor aztán nagyon jó kis kihívások voltak ebben. De például a spenótot is már por formájában veszed meg, vagy azt te aprítod olyan picikére? Azt lehet, tehát azt pürésítve is hozzá lehet adni. Egyébként a céklát is, csak hát azért egyszerűbb, több ideje van az embernek mondjuk nagy foglalkozni meló. Vele, igen. Igen. Úgyhogy én a céklával még így nem foglalkoztam. De a pirésítve hozzá lehet adni, igen. Meg hát spirnulával is lehet elvileg, de még azt sem szereztem be, arról is csak olvastam. Ez azért fantasztikus számomra, hogy semmiféle mesterséges dolgot nem teszel bele, mert nagyon nem csak szépek ezek a sütemények akkor, hanem meg tészták, hanem egészségesek is. Úgy látom, hogy nagyon fontos számodra az egészséges életmód. Hát végül is azért elég sok szénhidrátot és cukrot viszünk be ahhoz, hogy erre azt mondjam, hogy nem, de egyébként igen, tehát hogy nem, tehát hogy mi legalábbis tényleg nekem mindig az volt, hogy én szeretem tudni, hogy mit eszek. Ezek mind abból jönnek egyébként, hogy válogatunk, vagy hát én válogatok, tehát nekem az éttermi is olyan, hogy persze finom, de tudom azt, hogy hát jó, ezt végül is én otthon meg tudom csinálni jobban, főleg, hogy ugye frissen eszed meg, tehát nem biztos, hogy ezek annyira jó tulajdonságok, tudatosnak mindenképpen tudatosak, már így döntésként, úgyhogy ezek tényleg úgy alakultak, hogy hát most felesleges dolgokat ne együnk meg. Azért igen, a szénhidrátot azt lehetne limitálni, de hát abban ugye megint ott van a kihívás, hogy a kovászolás, és akkor
és akkor hát az azért mégiscsak az egészségesebb formája, és végtelen lehetőségek vannak benne, de én mondjuk most már ezt elengedtem, most a férjem kovászol, én megmaradtam a süti és a tészta vonalom, és akkor leosztottuk a háztartást. Ja, akkor ez egy közös projekt. Hát azzá vált, igen. Nem egészséges, vagyis hát én nagyon élveztem, hogy mindent is csinálok a konyhában, de ő is szeretett volna valamihez hozzáférni, és akkor ez úgy alakult, hogy ő lett a kenyeres, meg hát most már péksüt is, meg hát most már végül is pék, és én meg akkor maradtam így a többi dolognál. És nincs egy ilyen közös álmotok, hogy esetleg egyszer nyissatok egy kis kávézót, cukrászdát, pékséget, ahol csak a saját dolgaitokat készítitek el ketten? Hát, ha nyerek a lottón, akkor igen. De nem. Mert én sokat dolgoztam vendéglátásban, és az én aktuális álláspontom, hogy az, hogy most nem ideálisak a körülmények ehhez. Mármint, hogy ez most tényleg így a Covid-tól függetlenül sem. Tehát most így Magyarországon vállalkozni, meg bárhol, azért nagyon egyedinek kell lenni. Nagyon jó, hogyha egy nagyon erős alaptőkéd vagy, már esetleg saját ingatlanod van, mert tényleg nem könnyű ezt fenntartani. Én azért sem csinálom ezt például teljes állásban, egyrészt, mert nagyon jó, hogy van valami, ami kikapcsol és megmarad hobbiként, és szeretem. Másrészt meg, mert én, tehát ha saját vállalkozásom lenne, akkor nem biztos, hogy őszintén lenne mellette élet. Tehát ha ezt az ember komolyan veszi, akkor meg tényleg ott van, amikor kell, ott van, amikor kiesik valaki, és akkor ott zajlik az élete, és hát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a vendéglátás nem egy női munka, meg nem egy családbarát munka, és ezért így a hosszú távú céljaink között azért nyilván a családalapítás is szerepel, és emiatt így az, tehát nem tudom, hogy most ez 10 év múlva egyszer, vagy 20 év múlva egyszer így megtörténne-e. De most így reálisan azt mondva, hogy egyrészt minden tiszteletem azoké, akik egész életükben vendéglátásban dolgoznak, és ezt komolyan tudják venni, és képviselni, és csinálni, de nekem így kényelmesebb az, hogy így megvan a kis békéje a dolognak, és mégis megvan a közönsége, mert hát állítólag jó a barátaim. Épp ebbe gondoltam bele, hogy fő nyeremény vagy a férjednek, meg a barátaidnak, hát állandóan finomságokkal láthatod de el hát, őket. De ez nagyon, én nagyon szeretek embereket etetni. Én mindig arra gondoltam, hogy majd biztos nagyon jó nagymama leszek egyszer, mert hogy ez a fajta, hogy nem traktálok, de hogy az a fajta, gyere, gyere, nézd, itt van, hoztunk neked kenyeret, nézd, tessék, süti, ez így ott van. De szerintem ez meg megint egy kicsit ilyen otthoni vendéglátás, vagy vendégüllátás szeretett dolog, amit úgy hoz az ember, hogy akkor adjon, és akkor hát most miért ne? Én szívesen csinálom, így el is fogyasztódik, meg hát a nagymamák is azt mondják, hogy azt a legjobb látni, hogyha minden elfogyott, nem? És hogyha hazajössz Vajdaságba, akkor pihensz, és nem nyúlsz sodrófához, vagy itt is szoktál alkotni valamit? Sütiket szoktam, de hát főzni nem lehet, mert akkor viszont hát anyukámnak is a főzés a szeretett nyelve, hát a nagymamáknak pláne az volt, meg a másik nagymamámnak az is még mindig, tehát, hogy ott akkor ilyet nem lehet, akkor a süti része oké, mert hát az nekik is ízgi meg. Ők is csak a képeket látják, és azért ők is szeretnék megkóstolni, de egyébként viszont azért egyébként a pihi meg, hát én is akkor remek fogyasztóvá válok. És hát ugye azt is tudjuk rólad, hogyha alkotni van kedved, akkor nem mindig csak süteménykészítéshez és alapanyagokhoz nyúlsz, hanem olykor ceruzához is, ugyanis írsz. Méghozzá verseket, és nagyon több helyen is megjelentek már az alkotásaid. Andrea, mikor nyúlsz ceruzához, és mikor gyúró deszkához, amikor alkotni van kedved? Hát azért mondjuk az utóbbi időben inkább a dolgok vagy érzelmek kisütése volt a fókuszban. De szóval nagyon sokat gondolkodom szövegeken, de nagyon-nagyon más lelkiállapotok kellenek azért az íráshoz. És hát ugye van az, hogy a rendes költő mindig szomorú, hát ez szerencsére azért nem így van, de egyébként viszont például nagyon nagy koncentráció, meg valódi, nem tudom, átszellemülés kell szerintem az íráshoz. Úgyhogy én azért ilyen intuitív típus vagyok, nincs nagyon megkülönböztetve. Ha van valami téma, ami foglalkoztat, akkor annak kapcsán leírok dolgokat. Szerencsés esetben ez fennmarad addig, hogy abból akkor vers is legyen, vagy úgy egyéb szöveg, de azért ez így nagyon, nagyon változatos.
De mondjuk tényleg mostanában nem annyira a szövegek domináltak. És ennek ellenére, hogy mostanában nem nagyon írtál, most a műsor végén felolvasnád egy saját írásodat? Igen. Ezt így azért akkor hozzáteszem, hogy úgy nekem, ami még így foglalkoztatott, ami irodalomban foglalkoztat, az úgy, hát, vagy hát szerintem, ami elég meghatározó volt ugye a mi életünkben, az a délszláv háború. És én ezt nagyon-nagyon látom magamon még nem is annyira, de mondjuk a baráti körömön is. Tehát, hogy azért ugye mindenkinek van ezzel valamilyen viszonya. És engem egyébként leginkább ez foglalkoztatott mondjuk az utóbbi időben irodalmilag, így a női irodalom mellett. És ebből születtek mondjuk azok a szövegek, amik el is készültek. És most is egy ilyet hallunk? Igen, szerintem az értelmezést segíti, úgyhogy gondoltam ezt azért mindenképp elmondom. Az a címe, hogy Bandi, és egy Dani Zoltán idézettel kezdődik. Kis Jugoszlávia a háborúk alatt tényleg egyre kisebbé, egyre szűkebbé, és egyre ketrecszerűbbé vált. Idézet vége. Amikor elkezdtek utánunk járni, először a csirkeolban bújtak el hárman az utcából, nálunk, mert a miénk volt a legkisebb. Ki gondolná? Persze gondolták. Onnan szöktek tovább a kertek alatt, egészen a Tiszáig. Kivéve Bandit. Ő visszajárt a csirkeolba kukorékolni reggelente. Egy hét telt el, mire felismerte a hangját az anyja, és hazavitte. De Bandi azóta is visszajár a kertünkbe, megbolondította a félelem. Az elbontott ull helyén ül, és karomnyomokat rajzol a porba. Ez a jelenkorban jelent meg, ugye? Igen. Akkor jól emlékszem. Köszönjük szépen, Andrea, nagyon szép volt, és elgondolkodtató. Köszönöm. Köszönöm szépen Molnár Drenyovszky Andreának a verset is, és a beszélgetést, és hát remélem, hogy egyszer lesz alkalmam megkóstolni ezeket a szépségeket, mert gondolom, hogy nagyon finomak is. Azt csiripelik a verebek. Hát nem sokára majd megyek haza, úgyhogy akkor majd jelentkezem. És én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán örültem a felkérésnek. Valami szépet a szemeimhez.